Jens Stoltenberg, NATO főtitkár a szövetség tagországai külügyminisztereinek keddi brüsszeli találkozója előtt. Az ukrajnai háború helyzetét kommentálva kijelentette, hogy fel kell készülni a harcok és a rakétatámadások fokozódására, számolt be a Evropaiska Pravda. Fel kell készülni a harcok és az ukrajnai városok elleni légirakétatámadások fokozódására. Ez még fontosabbá teszi, hogy a NATO szövetségesek támogassák Ukrajnát, hangsúlyozta Stoltenberg. Üdvözölte továbbá a NATO tagországok, többek között Németország, Hollandia és Románia legutóbbi bejelentéseit az Ukrajnának nyújtott támogatásokról. Stoltenberg előző nap kijelentette, bízik abban, hogy a szövetségesek továbbra is jelentős mennyiségű katonai segélyt nyújtanak Ukrajnának. Dmytro Kuleba külügyminiszter, aki két napos brüsszeli látogatáson tartózkodik, kedden első ízben találkozott a szlovák külügyminisztérium új vezetőjével, Juraj Blanárral, számolt be a Evropaiska Pravda. Kuleba konstruktívnak nevezte a szlovák kollégájával folytatott találkozót, és megköszönte, hogy Szlovákia egyértelműen támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határokon belül. Az is fontos, hogy Szlovákia továbbra és részt vesz a békeképlet kapcsán folyó közös munkában, és kész támogatni az EU döntését, hogy decemberben megkezdjék a tárgyalásokat Ukrajna uniós csatlakozásáról, tette hozzá a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetője külön köszönetet mondott szlovák kollégájának, hogy megerősítette, folytatódik a védelmi ipari együttműködés a két ország vállalatai között, és a szlovákiai javító központ is folytatja munkáját. A szlovák külügyminisztérium élére való kinevezése előtt Juraj Blanár azokról a kijelentésekről volt ismert, amelyek szerint Ukrajna vezetői elhallgatják a szélsőséges ukrán nacionalizmust. Kijelentette, hogy a 2014-es méltóság forradalma polgárháború volt. Blanár Robert Fico szlovák miniszterelnök új kormányának minisztere, amely októberben lépett hivatalba. Kinevezése után Fico megerősítette, hogy nem támogatja az Ukrajnába irányuló katonai segítséget. Ellenzi az EU Oroszország elleni szankcióit is, és meg akarja akadályozni Ukrajna NATO csatlakozását. A szlovák kormányfő ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy nem akadályozza meg az Ukrajnának nyújtott humanitárius és bizonyos feltételek mellett pénzügyi segélyeket, valamint a szlovák fegyverek magánszállítmányait. A parlament a katonák 18 vagy 36 hónapos folyamatos szolgálat utáni leszerelésének ötletét vitatja. Az ügyben még nincs végleges döntés, az ötlet a megvitatás szintjén van. Jelentette be Fegyír Venyiszlavszky, a legfelső tanács nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának tagja az Obozravácsélynak adott kommentárjában. Elmondása szerint a szabadságolással kapcsolatos kérdések rendszerszerű rendezését tervezik. 90 nap pótszabadságot javasolnak a pénzbeli juttatás megőrzésével a fogságból kiszabadult katonák számára, kivéve azokat, akik megtagadták a további szolgálatot és szeretnének leszerelni. A legfontosabb javaslatok között szerepel a katonák leszerelési jogának törvényi szabályozása. A honvédek 18 vagy 36 hónapos folyamatos szolgálati időt követő leszereléséről szóló elképzelést még tárgyalják a parlamentben, végleges döntés nincs ebben a kérdésben, mondta a parlamenti képviselő. Az ukrán energiarendszer a 8 hónapos aktív felújítási kampányt követően átment az első erőpróbán. Az oroszok erőteljes támadásai ellenére sikerült elkerülni az ütemezett áramszüneteket, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök kedden Telegramon. A 8 hónapos aktív javítási kampány meghozta az eredményét. A legutóbbi nagyméretű dróntámadások és az anomális időjárás után sincs szükség az ütemezett áramszünetek bevezetésére a fogyasztók számára. Az ukrán energiarendszer átment az erőpróbán, mondta a miniszterelnök. Smihál megjegyezte, hogy az energiaügyi minisztérium adatai szerint a villamos áram termelés fedezi a lakosság igényeit, szükség esetén Ukrajna segítséget kérhet az Európai Uniótól is.
Ukrajna azt tervezi, változtat a mozgósításhoz való hozzáállásán, hogy megőrizze harci képességét a csak nem két éve tartó háború során. A módosításokat ezen a héten hozzák nyilvánosságra. Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a The Guardiannek adott interjújában megnevezett néhány részletet. A kiadvány szerint a módosítások között szerepel a kereskedelmi toborzó cégek bevonása annak érdekében, hogy célzottabb legyen a mozgósítás, hogy a hadkötelesek szaktudásoknak megfelelő pozíciót kapjanak, ne pedig egyszerűen a frontra küldjék őket. Vannak, akik rettegnek, félnek meghalni, félnek lőni, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának más tevékenységet végezni. Most új szemléletű miniszterünk van, mondta Danyilov. Elmondása szerint a hadsereg a két legnagyobb toborzó céggel fog együttműködni, hogy olyan speciális képességekkel rendelkező embereket találjanak, akik segíteni akarnak a hadseregnek, de nem akarnak a frontra menni. Rugalmasabbá válik a mobilizáció, kihirdetik azokat a szakmákat, amelyekre szükség van, és az emberek önként tölthetnek be egy adott pozíciót. Például szükségünk van heggesztőkre vagy lakatosokra, mondta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. Egyben elismerte, Ukrajnában vannak gondok a mozgósítással, de ezek mértékét az orosz propaganda eltúlozza. Oroszország megpróbálja kihasználni ezt a kérdést, mondván nincs elég katonánk, gondjaink vannak a mozgósítással, nem kell ezt túlbecsülni. Ukrajna eltökélt szándéka, hogy a közeljövőben megteszi az Európai Bizottság jelentésében meghatározott jogalkotási lépéseket az Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megkezdéséhez. Közölte Ruszlán Sztefancsuk házelnök az Európai Parlament elnöki konferenciáján Brüsszelben. Közölte az ukrán parlament sajtószolgálata. Ukrajna elkötelezett a további reformok mellett, maradéktalanul teljesíti kötelezettségeit és eltökélt szándéka, hogy a közeljövőben befejezze az Európai Bizottság által előirányozott, a bővítési csomag részeként meghatározott jogalkotási lépéseket, mondta Sztefancsuk. A legfelső tanács elnöke emlékeztetett arra, hogy a parlament a múlt héten jóváhagyta a Nemzeti Korrupció Ellenes Iroda és a Nemzeti Korrupció Megelőzési Ügynökség jogkörének bővítéséről szóló törvénytervezeteket. Együtt dolgozunk a kormánnyal az ajánlások végrehajtásán, és arra számítunk, hogy az Európai Tanács elfogadja az Európai Bizottság ajánlását, és már idén decemberben jóváhagyja az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdését. Hangsúlyozta a parlament elnöke. A Génius Jótékonysági Alapítvány a 2023-2024-es tanévben is folytatja tehetséggondozó programjait, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A 15 tehetségpontban az őszi fél év foglalkozásai Kárpátalja szerte október 21-én kezdődtek el. A programhoz vidékünk 79 oktatási intézménye csatlakozott, a képzésen 184 tanár vett részt. Váradi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója elmondta, idén módosították a tantárgyi és a korosztályi csoportokat. Új volt az idén az, hogy más korosztályokban tanultak a gyerekek, mint korábban, tehát külön tanultak a harmadikosok, külön a negyedikesek, együtt tanultak az 5-6-osok, és együtt a 7-8-9-esek. A 10-11-esek is csatlakozhattak a programhoz, de külön blokk nem volt számukra létrehozva. És új tantárgyi felállásban is vettek részt, tehát a harmadikosok, negyedikesek tanultak matematikát, anyanyelvet, népi kultúrát és természetrajzot. A nagyobbak, tehát az 5-6, illetve a 7-8-9 osztályos blokk három különböző kategóriából választhatott. Először is volt matematika, informatika, angol nyelv, ukrán nyelv, történelem, irodalom, művészet, történet és anyanyelv, és biológia, kémia, fizika, földrajz blokkunk is volt. Elmondható, hogy a legtöbben a negyedik osztályosok voltak, és a legközkedveltebb tantárgyi blokk, bármilyen furcsa, a matematika, informatika, angol nyelv és ukrán nyelv volt. A
A gyermekek élete az egyik legfontosabb dolog, hiszen ők jelentik a jövőt. Ennek szellemében adott át ismét tartós élelmiszerekből összeállított adományokat a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai osztálya, a munkácsi székhelyű Kárpátaljai megyei gyermekkórház számára. Az elmúlt időszakban az egyház többször támogatta az intézményt. Adományai nagy mértékben hozzájárulnak az egészségügyi ellátás minőségének javításához. Korábban magyarországi felajánlásoknak köszönhetően több alkalommal egészségügyi eszközöket tudtunk átadni a kórháznak, amiért istené a dicsőség, emelte ki Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai osztályának vezetője. Hálát kell adnunk a jó Istennek, hogy elértük ezt a mai napot. És számomra ez egy nagy ajándék Istentől, hogy nap mint nap segítséget tudunk nyújtani mindenütt a kórházaknak, intézményeknek, a háborús útot a településekre, azoknak a testvéreknek, akik különböző hiányokban szenvednek. Így a mai napon Isten kegyelméből újra segítséget tudunk nyújtani a Munkácsi Gyermekkórháznak. Az a megyei kórház, ugye folyamatosan az igazgató asszonnyal tartsuk a kapcsolatot, és nagyon szívén viseli a gyermekeknek a gondjait, problémáit, és mi pedig mindig igyekszünk segítségére sietni a Kárpátaljai Református Egyház diakóni osztálya, és ugye mai napon is több mint 3 tonna élelmet tudunk juttatni a gyermekeknek a megsegítésére, vagyis a kórház működésére. Én gondolom, hogy ez is egy ajándék újra, ugye, hogy tudunk segíteni, és ezen dolgozunk, hogy évről évre, napról napra minél több segítséget tudjuk nyújtani mindazoknak az intézményeknek, mindazoknak a bajba jutott embereknek, akiknek szüksége van a segítségre. A háború kitörése óta a diakóniai osztály munkáját több önkéntes is támogatja, akár anyagilag, akár úgy, hogy vállalják a humanitárius szállítmányok célba juttatását. Ennek a szervezett munkának köszönhetően az elmúlt nap a Técsői Református Líceumba is elindult a bútorokat tartalmazó szállítmány. A mai napon is a Técsői Református Líceumunknak egy nagyobb segítséget újra tudunk küldeni, mivel hogy még ott nincs megfelelő bútorzatok, úgyhogy a mai napon különböző székeket és iskolai padokot fogunk küldeni, mivel hogy ugye ez gazdagodott a Kárpátaljai Református Egyház iskoláknak a létszáma, ugye 4. református liceumon működik, és bizony, hogy ott is gondoskodnunk kell, hogy a gyermekek megfelelő szinten, megfelelő butorzat legyen az iskola, és megfelelő padok legyenek az iskolában. Úgyhogy ez a mai napon is nagyobb mennyiségű iskolapadokat és székeket fogunk tudni küldeni, hogy gyermekeink megfelelő szinten tudjanak tanulni. A humanitárius akció folytatódik. A Református Egyház elkötelezett az iránt, hogy a későbbiekben is részt vállaljon a gyermekek gyógykezelésében és nevelésében az intézmények fenntartása és támogatása által. Igen, vagy gitárra lehet látni, vagy gitárra. Máshogy nagyon nem létezem. A Kárpátaljai Kultúrkaraván programja keretein belül került sor Mező Misi, a népszerű magyar énekes-gitáros zenész, a Magna Cum Laude zenekar frontembere Mesélő című előadására a Munkácsi Mihály Magyar Ház rendezvénytermében. Sztár vendégeket hoz a Kárpátaljai Kultúra Karaván többek között más programok mellett is, és most pedig Mező Misi látogatott el a Kultúrkaraván program keretében 3 helyszínre Kárpátalján. Mező Misi egy különös, nagyon személyes programot hozott el, hiszen végig az életébe enged betekintés, és ez dalokkal kíséri, vagy önmagát kíséri dalokkal a személyes történetei mellett. Köszönjük szépen az adományokat mindenkinek! A koncert a hagyományokhoz híven jótékonysági jellegű volt. Kodlotyák Krisztina, a Kárpátaljai Kultúrkaraván igazgatója elmondta, a felajánlásokat azok a családok kapják, akik családfőjüket vesztették el a háborúban.
Minden egyes alkalom jótékonysági alkalom, a felnőtt alkalmak. Ezeken olyan fiataloknak gyűjtünk, akik elveszítették a család fenntartót, és most már egész szép összeg gyűlt össze, úgyhogy ezen a héten a Mezőmisi mesélőjén ki is osztunk három ilyen támogatást három családnak. Munkácson egy család veszi át, és Nagy-Dobronyban a Nagy-Dobronyi kistérség két családjának tudjuk ezt most átadni. Én mindig is csapatjátékos voltam, szeretem, hogyha körülöttem vannak a zenésztársak, és együtt alkotunk valamit. Mezőmisit legtöbben a Magna Cum Laude zenekar énekeseként ismerik. A megszokott dinamikus koncertekkel ellentétben a zenés prózai mesélőben a művész élettörténeteit osztotta meg a nagy érdeművel. A zenész-énekes először járt Kárpátalján. A felkérésre habozás nélkül igent mondott. Én nem, semmit nem gondolkoztam ezzel, nekem ez természetes volt. Engem nem riasztott vissza az, hogy milyen helyzet van most itt. Érdekes mód. Nagyon sok ember a környezetemben, mikor közé tettem, hogy itt fogok tartózkodni egy jó pár napot, és három mezőmisi mesélő, ez volt az első kérdésük nekik is, hogy nem félsz? És mondtam, hogy hát mit? Hát én, hogy a Isten velem van, akkor ki van ellenem? Most vagyok itt először Kárpátalján, én még nem voltam soha. És érdekelt, és ez nem szegte kedvemet az sem, hogy ilyen helyzet van most itt. Szörnyű ez a helyzet. De nem fordult meg a fejembe az, hogy bármi rossz történne, épp az ellenkezője fordult meg, hogy így csak jó történhet velem. Mesélőben történetek és különböző stílusú zeneszámok váltották egymást. Zenész vagyok, én mindenféle fajta zenét szeretek, viszont a mesélőn is említettem, hogy vendége lehettem a Pánográsznak, 30 éves Pánográsznak, és akkor úgy jöttek az emlékek, úgy visszautaztam időben is az én szülőfalumba, és jöttek azok az emlékek, hogy milyen együttzenélés volt a családdal. Kicsit újraértem a gyerekkoromat. Én szeretem nagyon a népzenét. Ahogy öregszem, egyre inkább rájövök arra, hogy az egyik legősibb, legtisztább és legértékesebb az a népzenénk. De én se próbálhattam kétszer, nagyon fontos, hogy az ember mit hoz otthonról magával. Szerintem az egyik legfontosabb, az határozza meg ugyanis az ember életét, hogy mit kap otthonról útravalónak, és én amellett, hogy én egy szegény családban nőttem föl, de valahogy mindig úgy neveltek bennünket, mindig a munkára és a becsületességre neveltek bennünket a szüleim, és ezt én szeretném továbbvinni. Szívem énekel, minden dobbanás legyen tiéd, szegény szabad vagyok, nem áthat semmi már, kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú, a szent lélek jön, csak téged. A Mesélő című előadás maradandó élményt nyújtott mind az előadó, mind a közönség számára. Úgy szuper, én megmondom őszintén, én ilyennel még nem találkoztam, és ezt most nagyon őszintén mondom, jó értelemben. Nekem mindig szívem csücske határon túljátszani. Nagyon-nagyon nagy ajándék mindig, mikor Erdélyben muzsikálunk, nagyon nagy ajándék, mikor felvidéken muzsikál az ember, délvidéken. Itt Kárpátalján, most vagyok itt először, és itt a kárpátaljai közönség még inkább rá tudott egy lapáttal tenni, mondjuk még az erdélyi közönségre is, pedig ott is jelen van a szeretet.
de itt valami más volt, tudod, mikor az első nótánál azzal szembesülsz, hogy tapsolnak már az első nótánál, hogy mondom, itt valami más lelkület van jelen. Az a mezőmisé, akit ugye a Marnaton lát, mert akit a tévéből ismer az ember, az egy személyiség. Itt meg teljesen más, közvetlen, annyira, egyszerűen nem találok szavakat, mert tényleg nagyon érdekes volt, nagyon emberközeli volt, olyan érzésem volt, mintha nekem mondta volna. Ugye egy sima mezei ember, ahogy mondja, tehát nem nincs elszállva magától, nincs ez a sztár. A kárpátaljai turnéja során Mezőmisi mesélő című előadásával három helyszínen, Munkácson, Jánosiban és Nagydobronyban lépett fel. A nagyszőlősi Szelíd Lovas Központ Kárpátalja egyetlen olyan intézménye, ahol a magyar lovas hagyományokkal és eleve a lovaglás alapjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ezt a lehetőséget kihasználva szervezett csapatépítő programot a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete a Kamasz Klub tagjai számára. A Lovas Központ tulajdonosai a fiatalok számára a koordinációt és még számos készséget fejlesztő gyakorlatcsomagot állítottak össze. Minden alkalommal, amikor csoport érkezik hozzánk, akkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a fiatalok kipróbálják, hogy milyen a lovaglás, és ahhoz, hogy igazándiból otthonosan mozogjanak ezen a téren, akkor lehetőséget adunk arra, hogy mindenféle gyakorlatot végezzenek, ami különben nagyon jó fejlesztő gyakorlat. A koordinációt is fejleszti, az izmokat, magát a ritmusérzéket, ha már egy kicsit gyorsabban csinálják, úgyhogy ezt szeretik a fiatalok. A klub 13 tagja élt a lehetőséggel, hogy közelebb megismerkedhessen a lovakkal. Túri Ágnes, a Kamasz Klub vezetője elmondta, fő céljuk, hogy a fiatalok közösségben éljenek és formálódjanak. Igyekszünk a gyerekek számára érdekessé tenni az alkalmakat. Vannak rendszeres foglalkozásaink, de vannak ilyen rendhagyó alkalmak. És mivel sok gyerek kérte azt, hogy szeretne ide eljönni, ezért úgy gondoltuk, hogy elhozzuk őket. Összesen 13 fővel érkeztünk ide, de a lovaglás rejtelmeibe egy kicsit betekinthettünk, egy néhány gyakorlatot végeztek el lóháton, vezették a lovakat, megismerkedtek velük. Mindenképpen az a célunk, hogy egy közösségben éljenek, közösségben formálódjanak, nem csak a család közösségében, hanem a korosztályuk között is, és jól érzik magukat, és szeretik ezeket a lehetőségeket. Előre a kezeket, és ráteszük a lóra. A sárosorosi Hiába András nem először látogatott el a lovas központba, és örült, hogy újra lovagolhatott. Tavaly előtt voltam nyáron egy hétig, és akkor is ilyen sok program volt, így jászkodtunk, játszottunk, lovagoltunk. Hogy tetszett a mai napi program? A mai napi program nekem nagyon tetszett, mert mivel már rég voltam itt, ezért most újra tudok lovagolni, én szeretek, és nagyon tetszett nekem. Szereted a lovakat? Igen. Azóta szeretem, mióta itt voltam. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete rendszeresen szervez a Kamaszklub tagjai számára közösség erősítő színes programokat.